Ha kérdeznek engemet, hogy én kanadainak tartom-e magamat, vagy magyarnak, akkor én azt szoktam mondani, hogy a szívem magyar, az agyam kanadai, és a testem az nemzetközi. A nemzeti identitás, hovatartozás, én rendkívül fontosnak tartom. Én nem szeretném, ha az egész világ átváltozna egy Amerikai Egyesült Államokká vagy Kanadává. Én hiszek abba, hogy az embereknek büszkéknek kell lenni arra, hogy honnan jöttek, kik voltak az ősei, mik a családi vagy a nemzeti tradíciók, és azokat ápolni. De ugyanakkor el kell fogadni másoknak az nemzetiségét, vagy vallását, vagy szokásait. Az egyik nem zárja ki a másikat. Érezhetem magamat magyarnak, kiválasztva azokat a jellegzetes tulajdonságokat, szokásokat, amik nekem fekszenek. És elutasítom, amik sok magyarban benne van, de én nem értek egyet, attól én még magyar vagyok. Tehát én nem engedem magamat kirekeszteni a magyarságomból azért, mert nem olyan vagyok, mint mindenki más. Sajnos, ami manapság történik, az, hogy a nemzeti hovavalósághoz úgy képzelik el, mint egy felsőbbrendűséget, ami nem. Eznek úgy kell működnie, ahogy Kanada működik, hogy a világ, nem csak Kanada, hanem a világ is egy nagy mozaik, amiben mindenfajta náció, vallás létezik, és békés együttélésben élnek egymással. Emlékszem, amikor a szerb-horvát boszniai háború volt, és ölték egymást az emberek, akkor Kanadában, ha egy bosnyák, egy szerb vagy egy horvát egymás szomszédai voltak, elkérték egymástól a fűnyírógépet, különösebben nem voltak jó barátok, de reggel köszöntek egymásnak. Én így képzelem el a világot.